A fővárosi kerületek közül a hegyvidéken az egyik legmagasabb az átlag életkor. Ez azt jelenti, hogy a hölgyek itt átlagosan 82, a férfiak pedig 78 évig élnek. A kerületben majdnem 15.065 év feletti él, és bár a lakosság egészségügyi állapota kedvezőbb az országos és budapesti átlagtól, az önkormányzat mégis kiemelt figyelmet fordít az idősekre. 2015-ben már elnyerték az idősbarát díjat, mostani céljaik között az szerepel, hogy a hegyvidék demencia barát kerület legyen. Már évek óta dolgozunk azon, hogy a demenciával élőket, illetve a hozzátartozóikat segítsük Alzheimer kaféval, Alzheimer sétával, különböző szűrőprogramokkal, hogy csak néhányat említsek ezek közül. A legutóbbi időben pedig konkrétan arra törekszünk, hogy a hegyvidék demencia barát kerületté váljon. Többek között ennek érdekében az önkormányzat ügyfélszolgálati munkatársainak, a rendészet, a rendőrségnek, tűzoltóknak, különböző boltok munkatársainak, illetve gyógyszerészeknek tanfolyamokat tartottunk, amelyben azt tanítottuk meg nekik, hogy egyrészt miként tudják felismerni a demenciának a tüneteit, másrészt pedig a demenciával élőket miként tudják segíteni. Folytatódik az Otthon megöregedni program is, amelyet még 2017-ben hirdetett meg először az önkormányzat. Erről Varga Kovács Emese, a Népjóléti Iroda vezetője beszélt. Azt láttuk az időseknél, hogy nagyon szeretnének sokáig a saját környezetükbe maradni, otthon megöregedni. Ehhez viszont a feltételek nem adottak. Akár a fürdőszobájuk nem alkalmas, a napi fürdőszobai teendők elvégzésére balesetveszélyes a fürdőszobájuk. És mi azt vállaljuk ennél a programnál, hogy átalakítjuk ezeket a helyiségeket, és bizonyos jövedelemhatár alatt ingyen, térítésmentesen biztosítjuk ezt nekik. 70 ilyen idősnél tudtunk már segíteni az elmúlt 5 évben, és most is lehetőség lesz majd újabb pályázatot kiírni, illetve pályázni az időseknek. Egy éve indították el a hegyvidéken elsőként az okos recept programot. Ennek keretében a kerület támogatást nyújt különböző okos mérőeszközök megvásárlásához, amikkel online kapcsolattal lehet egészségügyi adatokat küldeni az orvosoknak, akik távvizit keretében értékelik ki az eredményeket. Ezt azon dolgozunk, hogy az idős emberek önmaguktól minél kevésbé időigényes formában jussanak orvosi tanácshoz, a saját magukon, saját maguk eszközével elvégzett eszközök révén. És az önkormányzat ezeket az eszközöket kezdte el támogatni az állampolgároknak. Fontosak a szűrőprogramok is, amire pénteken ismét ingyenesen lesz lehetősége annak, aki ellátogat a Momkultba. A rendezvényen szó esett még a zöld receptről, a közterületek idősbarát kialakításáról és a kulturális szalon által szervezett közösségteremtő programokról.